Annak örülök a 20 éves jubileum kapcsán, hogy megújtuk ezt a 20 éves jubileumot. Ez azt jelenti, hogy ez a gyűjtemény most jövő két évben 250 éves lesz. Tehát itt van egy folytonosság, van a kövek, azok ugyanazok, azok mennek sorba. De az, hogy ez 20 évvel ezelőtt kapott egy formális keretet, és elkezdett tudni működni, mint önálló látható egység az egyetemen belül, az ad egy plusz védettséget neki, egy plusz elismerési lehetőséget, és az, hogy ma már nem kell magyarázni azt, hogy miért van a múzeum, meg mi ez a múzeum, hanem egyszerűen mindenki természetesnek veszi, hiszen már legtöbb ember már az elmúlt 20 évben került ide, és akkor ez már volt. Én ezt egy nagyon nagy értéknek tartom. Tehát pontosan az, hogy nem tűnik fel, hogy van egy múzeum. Az, hogy a múzeum nyitva van, hogy egyre több osztály jön, és ez részben köszönhető annak a szimbiózisnak, hogy itt múzeum és egyetem van együtt, és a tanárképzésben is részt veszünk, és legalábbis eddig is a földrajztanárok szakmódszertani óráiba is bekapcsolódtunk, és kirepülnek a földrajztanárok, és aztán hozzák az iskolájukból az osztályokat. És ez mindig jó érzés, tehát egyszerűen a tudomány keze vagyunk, ami kinyúlik a társadalom felé, és akit lehet, megérint. Szerintem a fontos, legfontosabb dolgok, momentumok, amik kiemelhetők a történetünkből, az az első dolog a költözés. 2001. augusztusában kezdtünk el költözni, és 2002. április-májusa körül fejeztük be. Ez volt a legutolsó elem ebben a déli tömbben, ami elkészült. Ezt megvalósítottuk úgy, hogy nem sérült csorbát sem a gyűjtemény, se a bútorzat, és fölállt a csoda itt lágymányosan, amit remélem, hogy mindenki megtapasztal személyesen. Ugyanígy a biológiai gyűjtemény újjászületése az, hogy egy kiállított térrel rendelkezünk ma, és tudjuk fogadni az érdeklődőket. Én azt remélem, hogy a múzeumok nagyon stabil részei lesznek az egyetemnek. Nem szükségszerűen lesz nagyobb, tehát nem fog ez bővülni. De azt gondolom, hogy működését tekintve sokkal intenzívebb, sokkal láthatóbb lesz, sokkal jobban részt fog venni azokban, ma úgy mondjuk, hogy közművelődési programokban, de végül is a közoktatási programok is. Tehát a társadalom, az egyetemnek a társadalomban valódi beágyazottságát sokkal jobban fogja segíteni, mint ma. Erre úgy érzem, hogy a társadalom részéről van nyitottság, és azt pedig mindannyian érezzük, hogy nagyon nagy igény volna erre, hiszen nem szabad, hogy az egyetem az csak a tudománnyal, a tudományos körökkel tartson kapcsolatot, mert különben egyszerűen kivész alól a társadalmi támogatottság.